kedves barátaim! Egy igen jó képű kis tónál vagyunk. Megdobáljuk egy kicsit mágnessel. Ki tudja, hát ha van benn valami. Elméletileg járnak ide horgászni, most éppen nincs itt senki. Hát ahol meg emberek járnak, ott meg általában azért mindig akad benne valami. Ilyen picike csapró halakat lehet látni, duszkálnak benne. De jó kis csöndes rész. Hát majd most egy kicsit hangosabb lesz, hogy megjöttünk. Nekiállunk dobálni, aztán meglátjuk. A kedves pajtársaim, meg is van az első jó nagy fogás. Igen, ez egy derék darab szög. És most a kedves Pitta karcsinál is kihúzásra kerül a bot. Hínáraz van rajta, bőséggel. De van, haza nézd el. Na. Valami piros. Sörét. Aha. Akkor kicsit céltévesztett. Érdekes, hogy ilyesmit már egyszer találtunk azért vízbe. Igen. Hát egy ideje benne van, mert jó kis rojtás már a vége. Hát hiába van. Szóval vannak ilyenek. Na nem baj. Próbáljunk tovább még hátra. Hát ha akar egy-két dolog a horogra, idézőjeles horogra. Ezt sem tudom, hogy miért a vízbe kell beledobni, nem mindig. Majd mi azért eltakarítjuk innen. De nagyon frankó. Be lehet dobni. Van egy kis növényzet, de nem olyan vészes. Na itt akár tudnám képzelni, sütögetünk, hogy sörözünk. Hogy ne lehetne, oda néz. Azaz. Na jó van. Főleg sütögetni. De főleg sörözni. Nagyon sok fecske van, hála Istennek. Igen, szeretjük, hogy újra szaporodni látjuk a fecskéket. Mondjuk az ilyen helyet biztos is, hogy szeretik, hiszen bőven találnak bogarat, szúnyogot. Hát szaporodjanak is újra el, mert jó pár éve nagyon kifogytak. Közben Bence huszkolódik. Valami van rajta. Tényleg van valami rajta. Ne. Mi az? Korong? Milyen? Csapágy! Csapágy! Ha, az igen. Ez egy csapágy. Aha, jó vicc volt, hogy mondjuk ezt csak azt... Azt tudni kell, hogy itt a környékben nagyon tös, hát sok bánya van. Úgyhogy elméletileg ez a tó is egy beszakadt bánya gödör, ami föltelled vízzel. De igen, frankó kis helynek néz ki. Egyszer voltam horgászni egy hasonló helyen, éjszakai harcsa horgászat volt, verseny. Az egész éjszakának az eredménye az volt, nem tudom hányan voltunk ott, 11 nehányan lehettünk. A lényeg az, hogy egyetlen egy kapás volt egész éjszaka. A jó ember ki is fárasztotta rendesen, hát kiderült, hogy egy ilyen 10 literes Debijon volt, ami csak vízzel volt tele. De már megérte. Ha már megérte, hogyne, hát hiszen az élménye az megvolt. Akkor is. Szóval szép ez a kis hely azért, szó se róla. Ne? Jön kifelé Mágnes. Elég könnyen, úgyhogy. Könnyen jön kifelé Mágnes. Nem lehet minden körbe szerencse. Na, hát akkor... Kópa jó szomszéd. Kópa jó, folytassuk. Persze. Mert néha lehet látni azért ilyen kis halmozgást, halugrást. Olyan valami biztos, hogy van benne, ha nem is nagyok. Vagy ki tudja, hát így nem... Igen, lehet megállapítani, de valami kis, itt-ott ilyen kis halmozgást lehet látni azért. Jön kifelé, mágneska. Üres. Hát, ilyen is van. Fordul az ilyesmi. Ilyen is van, hogy üres. Jobb családban. Hát, na nem baj, azért mi csak dobálunk. Az egyik barátunk mondta, hogy ő is szeret nagyon mágnesozni, és hogy milyen meglepő dolgok kerülnek ki
tehát tényleg úgy váratlan dolgok sok helyről. Erre nekünk is volt egy példánk, hogy például mit keres a Balatonba ütő mágnes. Na jó, ugyanúgy, mint a kutba. Opácska, azon már viszont valami konzervtető, vagy nyitótető. Ez valamelyik horgásznak a piszkossága. Ez ilyen kukoricásnak a kukoricás doboznak a teteje. Hát ez sem a idarom. Na, és ugye ennek se a vízbe kéne lenni. Nagyon kedves horgásztársak. Hát most már nincs is. Nincs is. Úgyhogy azért tényleg így vagy. Sokszor az ember nagyon meglepődik bizonyos dolgokon. Hát a hüttőmágnes is nagyon meglepő volt a Balatonba. Tehát jó, de azért a tévé a kútba azért... Tévé a kútba az, igen, az nagyon, nagyon kemény volt. Na, nézegessük. Úgy verek, mint hogyha hallnéne rajt. A bot végén lehet látni, hogy így verek. Már hallnál szokott így szinte, hogy így mozog. Hát melyik? Nem áll ellen. Valamit húz. Még nekem is jutott a szögekből, hoppá. Hoppá, a kettő is. Ne. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Az volt az ügyes, aki bedobálta. Vagy hát ki tudja, azért, amit aztán nem lehet tudni, hogy ki kivel van. Az ilyen bányakörnyéki dolgok. Na, azért tessék megnézni, hogy szépen. Igen, gyarapszik. Gyarapszanak itt a dolgok a fűbe. Ezt természetesen ugye mi elviszük magunkkal. Nem hagyjuk itt. Mert hát, ha máshova nem is az első kukáig mindenképpen, ugye? Hát igen. Ez a megszokott dolog. Hogy legalább, ha ilyen csinálunk, akkor legalább minél szemeteljünk. Meg nem is szemetelünk, csak takarítunk. Így van. És essen szó azért arról is, hogy már megint elfogyott a söröm. Hát én nem tudom. Melyik sörgyárnak kéne? Mivel hogy nem vagy válogatós, mindegy. Teljesen. Tehát bármely valamelyik sörgyárnak kellene szólni, hogy jó lenne, ha kicsit megszponzorálnának téged. Így van. Mert hát azért a sapkádnak a felirata is azért vehetjük el rövidítésnek is. Igen. Amit videóban nem mondunk el, de igen. Esetleg majd a személyes vége, a vége az, hogy ígyunk. Igen. A középső meg, hogy belett. Az ebbet itt meg mindenki képzelje oda magának. Hát kedves barátaim, nagyon szép helyen voltunk. Nem is tovább nem időzünk, mert nagyon itt nem tudjuk körbejárni. Itt ezt a részt meg úgy agyon dobáltuk, hogy itt ebben a felében már biztos, hogy nincsen semmi. Megyünk tovább. Mert még van mai napra tervünk. Igaz, hogy ez nem ebben a videóban lesz, de még van egy tervünk a mai napra, hát ha megvalósítható. Fogtok vele találkozni, ha igen. Mindenkinek jó egészséget kívánunk, csatornára iratkozzatok föl, aki még nincs. Sziasztok!